akarok, mert amit biztos kézzel esik, az hogy hamar megbetegszik. Evés előtt kézmosás, egészséges jó szokás. És azt szeretném, hogy senki ne betegedjen meg, ne az legyen az orvos fő feladata, hogy nagyon súlyos állapotból hoz ki embereket, és a végén bravúrosan azt mondjuk, kéri egy-egy távlatában, hogy hú, ezt megoldottuk, milyen jól sikerült, életben maradt. Igaz, hogy senkinek nem kívánom azt a fél év, egy éves időszakot, ami abban a szakaszban zajlott, hanem inkább azt kívánom mindenkinek, hogy ne betegedjen meg, és csak beszédet nyíljenek hozzám a rendelőbe, és minél kevesebb súlyos betegséges problémával. Ez az egészségügyi heti program is azt akarja mutatni önöknek, hogy a gyógyítás mellett az alapellátásnak az a gyógyító és megelőző ellátás. A megelőző ellátásról viszonylag keveset beszélünk, kevés információt adunk el önöknek. Szokták mondani a jogosítványra érkezők, hogy hát ők nem tudták, hogy nálunk vérvétel is, meg EKG is, meg ilyesmi is kell az alkalmassági vizsgálathoz. Nem kell, de egy jó alkalom, hogy ha valaki bejön legalább 5-10 évente a rendelőbe, egyébként nem, hogy ilyen alkalom, akkor egy játszfogó szülővizsgálaton is részt vegyen. Azok a kardiovaszkuláris szülések, amelyek itt most szombaton lesznek, azoknak egy-egy elemét a napi gyakorlatban alkalmazom is, de most egy picit átvittük a másik oldalra, másfajta módon szeretnék önöket ezekre megszólítani. Azért tartom fontos, hogy egy picit beszéljük erről a sorról, de csak nagyon picit, mert utána teret szeretnék adni arra, hogy önök is elolvassák. Egy picit kemény adatokat írtam le, és eléggé megrázó információkat írtam ezekre a táblákra, nem véletlenül, mert azt gondolom, hogy mindenkinek tudnia kell, itt indul az első, ami nagyon általános adat, elég száraz, mert próbáltam őket érdekessé tenni, hogy bizony a születéstől várható élettartam Magyarországon még mindig nagyon-nagyon rossz, tehát a nők 78,6 évig élnek átlagban, a férfiak pedig 72 éves korig. Holott azt mondom, hogy nagyon egészségesnek kellene lennie. Ami viszont sokkal nagyobb gondot jelent, ez a fogalom az önök számára nem annyira ismert, hogy az egészséges életéveket is szoktuk nézni, ami azt jelenti, hogy amikor nem betegszünk meg, szedünk ugyan gyógyszereket, de az életminőségünk jó, a mindennapi feladatainkat el tudjuk látni, és nem akadályozunk mindennapi tevékenységünkben. Ha ezeket az adatokat megnézzük, akkor látszik, hogy a nők 69,9 évig egészségben élnek, a férfiak pedig 64,8 évig, addig, amikor elmennek nyugdíjba. Tehát ez az idő nagyon-nagyon szűk, és természetesen ez a gondolatsor megyek még a többi grafikonon és táblán is. Ismerik az adatokat, télben hallják, hogy Magyarországon a legrosszabb, az egész Európában a rák statisztika. Ennek idehoztam az adatait, hogy valóban lássak, hogy ez így van. Különböző évek adatait hoztam, és sajnos látszik, hogy évről évre olyan őrült nagy elmozdulás nincsen, tehát nem tudtunk sokat lépni előre. Amit fontosnak tartom, hogy mindegyik oldalon megjelenik a Vas megyei adat is. Tehát igyekeztem hozzátenni a miénket is, mert ugye messzire jöttem, mert azt mondom, hogy gondol, az adatokat, meg a statisztikát azért gyártjuk, hogy megmagyarázzuk, amit szeretnénk, de azért szeretném behozni a szombati adatokat, ez egy kicsit kecsegtetőbb, mint az országos átlag. A nők általános életkora sokkal jobb, mint az országos, és a férfiaké pedig hát teljesen megfelel az országos átlagnak, ami a szombati járásra vonatkozik. És a kitét picit, amit a polgármester azt mondott, azt egészítenék ki azzal, hogy bizony nagyon sok tényező, ami rajtunk múlik, mit tudunk tenni érte az egészségtudatos magatartást, az egészséges életmóddal, tehát az számunkból is látszik, hogy a többi járásban miért nem ilyen jók az adatok, sajnos nagyon sok egyéb tényező is van. Itt említett a polgármester a gazdasági helyzetet, az általános döntéshozói hozzáállásokat, lásd füstölés, égetés, stb. Ki hogyan áll hozzá. Számtalan tényező van, ami döntéshozók kezében van, nagyon sok tényező, anyagi jellegű, függ attól, hogy milyen minőségben élünk, milyen jó körülmények között élünk, de azok a részek, amiért mi felelősünk, vagyunk felelősek, ezt tudtam a mai napon önöknek elhozni, hogy ezekről beszéljük egy kicsit többen. És ami még egy fontos adat számomra is nagyon megdöbbentő, hogy igaz, hogy szív- és érrendszeri betegségben halnak meg összességében a legtöbben, de ha azt nézzük, hogy a 60 évtől 64 évtől fiatalabb, tehát a fiatal életkorra vonatkozó adatokban sajnos a daganatok vezetnek mind a férfiak, mind a nők esetében. Tehát a fiatalkori halálban ennek a jelentősége, ezért fontos, hogy ezt átnézzék, átgondolják, beszélnek otthon a családdal, gyerekekkel, unokákkal, mindenkivel, hogy ezeket miért figyelj, és akkor itt szépen látszik továbbiakban, hogy a megelőzés különböző szinten éljenek, és ebben a szűréseknek mekkora jelentősége van.
három népegészségügyi célzó szűrővizsgálat van, ezt a fogalmat használjuk, amit országosan szerveznek, országosan hívnak be, de természetesen más szűrések is van, amiket ide szeretnénk hozni. Igaz, hogy nem tudunk ekkora mértékű javulást tenni, de ezeket fontos ismerniük, és fontos, hogy erről sokat beszéljük, és hogy egészségtudatos magatartásról beszélünk, egészséges életmódról, abban a mozgás és egészséges táplálkozáson kívül, amit egy picit megjelenik, nagyon fontos erről a két dologról beszélünk. Az alkoholnak és a dohányzásnak a szerepéről. Kívánom, hogy érvényterjen menjenek haza, nyugodtan nézzék át, van idő, egészen 2012-kor kezdődött rendelni, addig bőven van idő, de nyugodtan nézzék át, hoztuk ásványvizet, poharat, ha megszomjaznak, ha valaki kávét kér szólnan, szívesen készítünk egy kis kávét is, tehát érezzék jól magad itthon, nézzék át, szerintem legyen 3-4 óra, 1 óra kell, hogy valaki szépen végigmegy ezen az egészen, tehát töltsenek erre időt, a rendelő nyitva lesz délután is, tessék elmondani másoknak, a rendelőt bezárjuk, de ez így nyitva marad, tehát délután is nyugodtan jöjjenek be, amikor az ideig engedik, autóval, gyalog, biciklivel, bárkivel, nézzék át, gondolkodjanak rajta, ha bármi kérdésük van, vagy szeretnek erről beszélni, akkor itt vagyok, lehetőséget nyújtok arról, hogy egész évben tudjunk erről kommunikálni, lesz két újraélesztési tanfolyam is, annak kapcsán is tudunk beszélni, és szombaton este 7 óra egy filmvetítést szeretnénk tartani, amire megint nagy szeretettel várom mindenkit, és akkor is egy jó alkalom arra, hogy erről beszéljünk, hiszen ezek a képek akkor is még mindig itt lesznek. Tehát az egészet arra szeretném szállni, hogy sokat-sokat-sokat beszéljünk magunkról, az egészségről, és tényleg tegyük azért, hogy minél egészségesebbek legyünk. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek. És jó látom! Zdravu škodi, tjelu nikad ne ugodi.